Csapatunk felkészülésének első szakasza a Mátraházi edzőtáborban zárult le a múlt héten. Azt gondolom, hogy sikerült jó munkát végezni egészen más környezetben, más levegőn. Ugye ez lenne ennek a fizikális célkitűzés, és úgy gondolom, hogy a csapat is megfelelően jó hangulatba végezte ezt a két napot, vagy két és fél napot, tehát azt gondolom, hogy összességében azt mondhatjuk, hogy jól sikerült. A csapat hétfőn már a Haraszti úti edzőbázison gyakorolt, ahol két új játékos tűnt fel, Bajzát Péter és Gengelicki Gergő, ám az egyikük még nem edzett. És engem is elkapott ez a vírus, úgyhogy 4 napig otthon feküdtem és lázas voltam, de most már nagyjából kijöttem be, úgyhogy majd most már kezdem az edzéseket. Na és hát hogy kerültél Soroksára, hogyan jött ez a lehetőség? Hát úgy, hogy vonzó volt számomra a szakmai stábnak a stílusa, tudtam, hogy megdolgoztam velük régebben is együtt, és tudtam, hogy mit várhatok tőlük, meg mit várhatnak ők is tőlem, meg plusz még, hogy nagyon sok játékossal játszottam már együtt, és sok barátom van én a csapatból. Ákolic, Bajzát, remek lövés! Nagyszerű meglátás volt Bajzát Pétertől, és hogy milyen klasszis a ballába, hát azt most igazolta. Peti egy különleges egyénisége szerintem a magyar labdarúgásnak, és ide veszem mondjuk még az első osztályt is, én azt gondolom. Annak idején mi játszottunk egymás ellen, ugye én már akkor idősebb játékos voltam, mert akkor került fel a Debrecenbe, már akkor is nagyon kellemetlen harcos támadó volt, nem volt jó érzés ellene játszani, de azóta ugye az évek folyamán ugye teljesen letisztult a játéka, és a statisztikákat megnézzük, szerintem az egyik legeredményesebb játékos, akár az első, akár a másodosztályt nézzük. Peti örömmel jött ide, meg kell, hogy mondjam, mert nyilván neki is a döntésébe szerepet játszott az, hogy nagyon sikeres évet zártak le ugye Nyíregyházán a Tamással, több csapattársával, a többi teni csapattársával nagyon jó baráti viszonyban van, nem lesz nehéz beilleszkednie, és hát ugye nem titkoltan ő szereti a kihívásokat. Abba pedig most itt ebbe tudtunk szolgálni neki. Kostics, hogy megy el? Már a 16-oson belül szépít a Nyíregyház a 78. percben. Bajzát Péter! Óriási teher van a csapaton, és rajtad is, hiszen gólokat várnak tőled. Gondolom ez dopingolhat téged. Így van, ez eléggé motivációval lát el engem, és meggondolom a többieket is, akik versenytársakat, hogy minél jobban arra összpontosítson mindenki, hogy a maga pozíciójában a legjobbát hozza ki magukból. Nekünk csatároknak az a elsőleges szempontunk, hogy gólokat, gólpasszokat adjunk, tehát ezen fogunk dolgozni ezen a fél éven. Milyenek az első benyomásaid, milyenek voltak az edzések? Ugye egyelőre csak kívülről szemlélted őket, de gondolom van véleményed. Nyilván látszik a csapat, hogy nagyon ambiciózus csapat, játékosok is, hogy mindenki odarakja magát 100%-osan, és hogy bízom el, hogy ebben a fél évben meg lesz az eredménye, és elérjük a célunkat. Ugye neked, hogy fizikálisan soha nem volt komolyabb bajod, most is remekül tartod magad, de hát ez nyilván nem könnyű újra a téli felkészülést elkezdeni, már az ember hát a mögé kívánja ezeket a heteket, hónapokat, te hogy állsz ezzel? Hát én már 20 éves koromban is így álltam a felkészüléseket, a hátam közepére kívántam, de persze ennek most itt ennek van itt az ideje, ugyanúgy most kell edzeni, most kell megszerezni az alapokat, hogy a bajnokságban ne legyen probléma. Ugye 3 edzőmérkőzés is vár a csapatra héten, lehetséges-e, hogy valamelyiken esetleg bevetnének téged is? Hát még most még ilyen kezdődő, még most kezdek el kocogni, meg kondi edzéseket végzek, úgyhogy szerintem most még nem, de Törökországból talán biztos, hogy fogok játszani. Gengelicki Gergő ismerős lehet nekünk, hiszen az idegenbeli Dunaújvároseni meccsünkön az ő lábáról került a kapufára a labda, és onnan lett gól. Szóval nincs jó emlékünk róla, de most itt lesz legalább másfél évig, úgyhogy ideje az lesz, hogy törlesszen. Hát most már soroksári játékosként azt mondom ugyanazt, mint akkor meccs után, hogy a Dunaújvárosnak álltott a zászló. Úgy gondolom, hogy reálisabb lett volna, ha nyerünk ott, mármint Dunaújvárosiként. Hát igazából akkor az 1 pontnak örültünk utolsó percben. Az előző klubom, a Dunaújváros eléggé nehéz helyzetbe került, és ugye a Lucsánszki Tamást is és a Szűcs Misit is ismerem már régebb óta, úgyhogy adott volt a lehetőség, és elfogadtam az ajánlatot, és idejöttem. A Gergő személyében meg sikerült egy olyan játékost, akit hát nyugodtan mondhatom, hogy a kezeim alatt sikerült NB1-es futballistává faragnom, vagy én is hozzátettem, akkor inkább így mondom. A Gergő egy nagyszerű alany, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb lehetőséget sikerült megragadnunk, én ennek külön örülök. És természetesen annak is örülök, hogy egy újabb olyan futballistával gyarapodtunk, akivel már dolgoztam együtt, mert ez pedig a csapatépítés szempontjából fontos, mert rendkívül nehéz lesz a szezonunk.
Jengelicki ismerősök közé került. Tulajdonképpen a 2013-as NB2-es bajnok Nyíregyháza félkezdő csapata itt van nálunk. Huszákkal, Kákonyival, Szilágyival, Sándor István a Bajzáttal együtt. Jól jöhet, hogy ismerik egymást már régóta. Nagyon sokan ismerjük egymást, játszottunk már egy csapatban is, de egyébként a pályáról szinte mindenkit ismerünk már itt, úgy gondolom. Igazából ez nagy előny is lehet, de hát ezt majd a bajnokságban kell megmutatni, hogy ez mennyire erőmű. Itt még nem voltam edzésen, a Tamásnak az edzéseit ismerem. Úgy gondolom, hogy egy felkészült szakemberről van szó, szereti labdával végeztetni az edzéseket, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt jó lesz játékosnak lenni. Gengelickinek lesz néhány kihívója a középhátvéd posztján. Valencsikkel kell valószínűleg megküzdeni a helyért. Úgyhogy érdekes lesz ez a párharc a jövőre nézve. Ugye a Gyepes személy az itt eléggé nívós név. Úgy gondolom, hogy ki kell harcolni, természetesen ki kell harcolni, hogy szerepeljek a csapatban, és tőle nagyon sokat fog tudni tanulni, úgy gondolom. A héten már három edzőmeccs is vár a csapatra, komolyabb terhelésre számíthatnak a játékosok. Most már speciális állóképesség következik, ugye eddig azt gondolom, hogy megalapoztuk azt a fajta munkát, ami szükséges ahhoz, hogy végig tudjunk 90 percet dolgozni hétről hétre, és most pedig ennek a speciális, tehát most egy kicsit a terhelést is magasabbra tesszük, és hát természetesen ugye ebben a két hetes időszakban van a külföldi edzőtábor is, amikor már ugye a taktikai elemeket és a támadásban, védekezésben és az átmenetekben ezeket ki kell, hogy csiszoljuk. Mindenképpen is össze kell szoktatnom a pályán is az együttes. Most próbáltuk Mátrába a pályán kívül, most már próbáljuk a pályán belül is. Holnap a Szigetszent Miklós elleni edzőmeccs 13 órakor kezdődik a műfüves edzőpályánkon.